Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön egy kis kodalvé, igen, újra. Igazából azért ez a játék, mert ez talán a legmegfelelőbb arra, hogy erről a témáról beszéljek. És itt lehet igazán észrevenni. Egy olyan dologról fogunk beszélni, hogy megpróbálunk megint csak egy ilyen korlát, féleséget kiiktatni a kis buksitokból, hogy gyorsabbak legyetek, gyorsabb reakció időt érjetek el. Nem is tudom, hogy annól én nem beszéltem erről, de mint sokszor mondtam sok játékban, hogy időnként le kell állni, és el kell menni pihenni, és egy másik játékkal játszani, és időnként attól a másik játéktól is kapunk érdekes visszajelzéseket, illetve tanulhatunk, észrevehetünk olyan dolgokat, amiket esetleg elfeledtünk, vagy tanulhatunk új dolgokat, és én most épp egy ilyen korszakomban vagyok, nagyon masszívan warframe-ezem, egyrészt azért, hogy hát pihentessem a FPS shooterek által nyújtott kínálatot, mondjuk úgy, tehát magyarul egy kicsit unalmassá vált most megint csak az FPS shooterek. Várom a Battlefieldet gyakorlatilag, és a Star Wars Battlefrontot, bocsánat. Úgyhogy addig az időszakig egy kicsit pihentettem magam egy más játékkal, és játszottam volt épp egy Warframe menetet, és hát tudjátok, ott úgy tömegével jönnek az ellenfelek, és hogyha azt akarod, hogy gizda légy és gizdán mutass a képernyő saját magad előtt, akkor sok ellenfelet zúzol le egyszer el bizonyos képességgel vagy fegyverrel, hogyha lehetőséged van, és négyen mentünk, ez négy fős co-op küldetés, azoknak mondom, akik FPS shooterekkel játszanak és nem ismerik a Warframe-et, négy fős co-op küldetés, és négyen megyünk egy irányba, és velünk szembe jön egy hadsereg, nyi ember, és gyakorlatilag így le voltam egy kicsit maradva, és mégis én kaptam el a teljes csoportot, tehát az összes ellenfél, aki jött velem szembe, legalább ilyen 20 ember, egy lövéssel ki lehet iktatni, ez a Warframe éljen, és az összesét én kaptam el, és három játékos volt előttem, és közben így utána természetesen, miután én kiiktattam azt a csoport ellenfelet, utána már ők is lőttek, de már mindegy volt, mert az ő lövésük már félrement, az ő képességük már félrement, ugye már leöltem őket. És így gondolkodtam magamon, hát mi a jó Istenre vártak? És itt volt a fordulatpont, hogy mi a jó Istenre vártak, és ez lesz az a korlát, amit megpróbálunk egy kicsit feloldani bennetek, hogy ész régebben, és most is néha, hogy már nem olyan szintű aktivitásra játszom FPS shootereket, mint régen, és nem ilyen versenyszinten. Mikor tanultam játszani, akkor volt mindig egy adott pillanat minden FPS shooterben, ahol mindig kivártam a tökéletes lövést. És közben rájöttem, hogy ebben a Warframe játékban is, hogyha a legszebben szeretnél elkapni ezt a 20 ellenfelet, és hogy jól nézzen ki, mindig van egy tökéletes pillanat, amikor el kell sűsd a képességed, el kell sűsd a fegyvered, és én abban az adott pillanatban, valószínűleg megszokás miatt, hogy FPS-ekben ez nincs így, adott pillanatban, még mielőtt bármit reagált volna a három társam, már rég kilőttem azokat az ellenfeleket. A rég kilőttem alatt, ez úgy nézzétek, hogy ezek tized másodpercekről beszélünk, és tized másodpercek egy FPS shooterben elég sok, főleg hogyha a ping időt is beveszik a dologba, és hogyha a ping időd viszonylag magas, akkor tized másodpercekben dönti el, hogy tenyered a csatát, vagy nem tenyered a csatát. És itt jön a kérdés számotokra, hogy vagytok ti ezzel? Tehát valljátok be őszintén, hogy azért akad úgy, hogy megláttuk egy embert a távolban, és akkor új lesz, most kilövöm, de valamiért mégsem teszed, hanem kivárod azt a biztos pontot, amikor meg fogod tudni tenni, és tudja, hogy lelövöd, de amire azt megteszed, a melletted lévő társad már rég lelőtte, vagy ő észrevett és lelőtt téged, és olyankor miután visszanézed a killcamot, vagy arra válsz, hogy beszpannolsz, azon töröd a fejed, hogy mi a jó istenén nem lőttél, hiszen a tizedik másodpercben is, vagyis bocsánat, hanyadik század másodpercben is pontosan ugyanolyan jó cél lett volna, mint a 200. század másodpercben.
pontosan is ugyan jó lett cél, olyan jó lett cél lett volna, és mégis vársz arra a második század másodperce, hogy ott lőd le, mert ott lesz a tökéletes, és úgy lesz a tökéletes. És akkor gondolkodsz, hogy úristen, hát mi a jó isteni nem lőttem le, hiszen simán lelőhettem volna. Mi az isteni kell várjak arra a bizonyos tökéletes másodpercre, és rájöttem, hogy ezek a srácok arra vártak, mert amikor odaértem, ahol ők voltak, akkor ott tényleg valóban egy ilyen jobb szög lett volna mind arra, hogy valóban kiírtsál egy igazi csoport ellenfele. És ennek ellenére távolról megláttam őket, átlőttem a társaim fele fölött egy ilyen aknavetővel, és bum, szétszálltak. És azért, mert nem a tökéletes pillanatra vártam, hanem a lehetőségre, hogy meglássam az ellenfelet. És itt van ez a bizonyos fordulatpont, amit érdemes így kiszedni a fejetekből, hogy amikor FPS shooterekkel játszol, főleg FPS shooterekkel játszol, és ez azért igaz sok területre is az élet. De például aki sportol, focizik vagy valami, az sokszor a tökéletes cselt szeretné végrehozni, és tökéletesen szeretne egyedül a kapussal szembe lenni, mikor rálő a kapura, csak nincs rá sokszor lehetőség. Ezért sokszor nem a tökéletes megoldást kell választani, hanem a lehetőséget. És tehát a pillanatban, amikor meglátod az ellenfelet, lősz. Nem vársz a megoldásra, nem lősz. Főleg azért, mert az agyunk is úgy van tervezve, hogy azonnal kalibrál. Ha ezt ismeritek azt a tipikus dolgot, amikor kosárra akarsz dobni, és így fél óráig koncentrálsz, és richtig mellé dobod. Vagy a kukába be akarod dobni a suliban, a sarokban lévő kukába be akarod dobni a papírfeszni, és így fél óráig kilódsz a dobással, így méricskéled a tanár háta mögött, és tuti mellé megy, és tuti, hogy a tanárnak dobod valami oknál fogva. És közben, hogyha így reflexből csinálnád mindezt, hogy fölnézel, pif, eldobod, akkor tuti bemegy, és 10-ből 9-szer be fog menni. Ezért fontos például a FPS shooterekben is, hogyha meglátod az ellenfelet, az agyad kalibrál, az egér céloz, és a kezed céloz, és le fogod tudni lőni, ezért ne engedj annak a kísértésnek, hogy a tökéletes pillanatot várt ki, hanem a lehetőséget várt ki, és a lehetőséget lép meg, mert hogyha egy picit is gondolkodni kezdesz, elmulasztasz dolgokat, és ez nem csak játékban van így. Amikor meglátod a lehetőséget, tudod, hogy az jó, és akkor érdemes meglépni. Nagyjából ennyi lett volna, hogy mi lenne egy jó gyakorlás erre a lehetőségre. Az, hogy hát lősz boldog-boldogtalanra, de az egyik legjobb módszer az, hogyha időnként elmész egyedül egy ilyen privát meccsre, ha kodról van szó, Battlefield-nél egy kicsit fölmész a test range-re, hogyha Battlefield 4-ről van szó, vagy 1v1-ezgetsz, de a lényeg az, hogyha például egy ilyen test range-en vagy Battlefield-en vagy kodba privát meccsen vagy, akkor persze kodba tök jó, mert be tudsz állítani botokat, de a lényeg az, hogy célokat kell keresni magadnak cél alatt. Úgy értem, hogy ellenfele célpontokat kell keresned magadnak. Például, ha Battlefield Test Range-en van, akkor ott van elég célpont, kodban a botok. De a lényeg, ami a lényeg, hogy a gyakorlás része az, hogy... És ez most extrémen fog hangozni, de... A futást kell használnod rá, mert a futás egy olyan dolog kódban is, és Battlefieldben is, hogyha hirtelen meg kell állni és célozni kell, akkor gyors reakcióidőt kell kiváltson belőled. Szóval, ha sétálsz és megfontolt taktikát veszel, akkor minden lövésed megfontolt lesz, ami úgy van rendjén. De ahhoz, hogy lehetőséget használj ki és ne tökéletes pillanatot, ahhoz pörögnöd kell és futnod. Szóval, hogyha például kodról van szó, egy privát meccsen fogod fogod magad és beállítasz, nem tudom, ilyen medium botokat, ez csak gyakorlásról van szó, és futsz. Futsz és reakcióidőt próbálsz elérni. Aki nem szokott hozzá az ehhez fajta játékhoz, az nagyon csúnyán mellé fog lőni eleinte, de megtanítja arra, hogy hirtelen reagáljon. Arra tanítja meg az agyunkat, hogy egy feltételes reflexet alakítson ki.
Tehát egy tanult reflex, de megtanít egy precizitást és egy célzást. Tehát futsz és lősz hirtelen, nem gondolkodsz, nem vársz a tökéletes pillanatra. Ez fel fogja pörgetni egy kicsit a játékodat, és kicsit ösztönöbb lényé fog tenni, aki gyorsabban lesz képes alkalmazkodni szituációkhoz, és ösztönből, tehát egy feltételes reflex lesz gyakorlatilag. Úgyhogy érdemes meggondolni, érdemes kicsit gyakorolni, hogy felpörgessük azt a precízebb célzást és azt a gyorsabb célzást is. Ennyi lett volna, remélem tetszett a videó, remélem érdekesnek találtátok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!